gólya védelem a bodrog mentén. Bodrogkeresztúr község a vele közvetlenül szomszédos Bodrog kisfaluddal Észak-Kelet Magyarország legnépesebb fehér gólya fészkelő populációjának nyújt otthont minden esztendőben tavasztól nyár végéig. E kisfilm készítésének évében, 2022-ben e településeken található egy híján 50 fészekből 39 fészket foglaltak el a gólyák, amelyekben végül 35-ben volt sikeres költés, és ezekből összesen 124 fiókát röptettek sikeresen a gólyapárok. Ezek a vidéki néplélekhez oly közel álló elegáns megjelenésű, nagytestű madarak, a fehér gólyák, emberemlékezet óta a lakott helységek, tanyák, falvak és természetes élőhelyekben bővelkedő, vagy azok szomszédságában elhelyezkedő városok lakói. És míg egykoron jellemzően a falusias kertek magas fáinak lombkoronájában lévő szárazágokra és háztetők kéményeire, vagy akár elhagyott gyárkémények csúcsára építették fészküket, addig manapság szinte kizárólag villanyoszlopok tetején találkozhatunk az erős gallyakból épült méretes fészkeikkel. A már említett két bodrogmenti településen, Keresztúron és Kisfaludon, napjainkban 45 fészek található villanyoszlopokon, és csupán 4 kéménye, illetve épület tetején. De korábban, néhány évtizeddel ezelőttig, az ártér magas fáin sem volt ritkaság egy-egy gólyafészek. De a Bodrog mentén nem csak az említett két településen, de az egész Bodrog közben szép állománnyal bír ez a hazánkban fokozott természetvédelmi oltalom alatt álló gázlómadár, amely Európa szerte veszélyeztetett Natura 2000 jelölő faj, és mely a kontinens egyes nyugati országából már évekkel ezelőtt eltűnt, mint fészkelő faj. De úgy a felső Bodrog közben, amely Szlovákiához tartozik, és úgy az alsó Bodrog közben a falvak és városok máig jellemző és szeretett madara a fehér gólya. Általános felfogás egy gólyáról, hogy a család, a hűség, az anyai gondoskodás és a bőség szimbóluma. Ősidők óta közkedvelt, nagy tiszteletnek örvendő állat volt mindenkorban. Bizonyos ókori kultúrák úgy vélték, hogy a gólyákban az elhunyt emberek lelkei élnek tovább, míg az arab világban a Mekkába eljutni nem tudó elhunytak lelkét vélték felfedeznie madárban, akiknek így gólyaszárnyon kellett megtennie ezt az utat. Az álmos könyv szerint gólyával álmodni házasságot, gyermekáldást jelent, ami a mai kor emberében is máig élő kép madarunkról, ahogy röpülve a csőrével tartott pelenkában mosolygó újszülött babával érkezik. Bodrogkeresztúr környéke a falu névadó folyójának, a Bodrognak és annak a Tiszával karöltött árterének, a Bodrogzugnak köszönheti gazdag élővilágát, ahol nem csak fehér gólyával, hanem annak jóval zárkózott a brokonával, a fekete gólyával is találkozhatunk. A fekete gólya küllemében és sok viselkedésbeli vonásában is ellentéte fehér rokonának. Küllemre bár a fehér némileg termetesebb, ám a fekete kifejezetten kerüli az ember társaságát. Zárt erdők vagy ártéri galéria erdők rejtett zugaiban fészkel, ellentétben a fehér gólyával, amely falvak, városok lakója. A fekete gólya valamivel hamarabb érkezik, illetve foglalja el fészkét, és később indul ősszel vándorul. Thank you.
bodrogzuk, morotvákkal szabdalt, mocsaras és vízállásos helyekben gazdag, már erősen erdősülésnek indult, fűz és fehér nyárligetekben, valamint nemes nyarasokban bővelkedő vadon, amely olasz Liszka, Zalkod, Tokaj települések háromszögében, több mint 4200 hektáron a Tokaj-Bodrogzug tájvédelmi körzethez tartozó védett terület. 665 hektáron pedig fokozottan védett, ezért korlátozottan látogatható. Ez a hatalmas sík évente akár többször is víz alá kerül a Tisza és a Bodrog áradásainak köszönhetően. Korábban a vízgyűjtő magasabb régióiban bekövetkezett tavaszi hóolvadások változtatták tengerré a tájat április hónapban. Majd kora nyáron a zöldár rázúduló csapadékvizei emelték meg úgy a vízszintet, hogy elárassza újból annak minden zegét zugát, amely mára az éghajlatváltozásnak köszönhetően kevésbé kiszámíthatóvá vált. És bár ez a körülmény hosszabb távon bizonyára kihat az itt kialakult élővilágra, de az itt található magassásos társulások, mocsarak és nyílt vízű morotvák biológiai sokfélesége még mindig lenyűgöző. Gyakori itt a nedves élőhelyek sokoldalúan használható gyógynövénye, a fekete nadájtő. A vízpartokon májusban sokfelé virít a mocsári nőszirom, valamint a védett szibériai nőszirom. Változatos és szemet gyönyörködtető hínártársulások, valamint a háborítatlanságának köszönhetően gazdag madárvilág jellemzi a Bodrogzugot, amelyet a hal és béka bőség tesz igazán vonzóvá számukra. Utóbbiakból a nedvesebb esztendőkben a vörös hasú unka és a rana nemzetség populációi mutatnak kimagasló egyet számot. A lebegő hínármezők jellegzetes fészkelője a fattyú szerkő, amely kisebb kolóniákban költ a morotvákban. Gazdagság miatt nem csoda hát, hogy a génfélék családjába tartozó madaraknak kedvenc táplálkozási helye a terület, annak ellenére, hogy gémtelepeket nem rejt a Bodrogzug. Így előfordul itt a természetvédelem címer madara, a nagykócsag, gyakorinak mondható a bakcsó, és elvétve kanalas gémek is megjelennek itt ebédre. Tavasszal nem csak a Bodrog, de annak vízi árta ártere is kiváló lehetőséget nyújt természetbarátoknak a vízitúrázáshoz. Az ártér igazán ilyenkor mutatja meg vad arcát. Ekkor kilométereket evezhetünk úgy, hogy csak a természet vesz bennünket körül, esetleg más, ugyancsak vízitúrázó társaink társaságát leszámítva. A látvány és az élmény ugyan páratlan, de nem díjtalan. A terület természetvédelmi kezelője, az Akteleki Nemzeti Park Igazgatóság felügyeli és szabályozza a védett területen a turizmust, azaz limitálja a naponta belépő látogatók számát, akik egy jelképes összeg lerovásával evezhetnek be kajakkal vagy kenúval a vadonba. Thank you.
ezen kívül más látnivalókkal és élményekkel is várja a térség az ide látogatókat. Bodrog keresztúr a Tokaj hegyalja történelmi borvidék kultúrájához tartozó település, így világörökségi helyszín. A közel 1000 lelket számláló, napjainkban rohamosan megújuló és fejlődő Bodrog-Keresztúr község gólyafészkeiben. Eközben lassan az összes fészekaljból előbújtak a fiókák, a márciusban, áprilisban lerakott fehér tojásokból. Madaraink a fekete kontinens trópusi részén telelnek, és onnan térnek vissza több hullámban. Rendszerint március közepe és április köze között, hogy évről évre új családot alapíthassanak és fiókákat nevelhessenek. Évente egyszer költenek, de korai pusztulás esetén pótköltés is előfordul. A fészekalj többnyire 4, de akár egyel kevesebb vagy több, ritkán 6 tojásból is állhat, amelyek egyenként 100-120 g súlyúak, és a szülőmadarak felváltva 33 vagy 34 nap kotlanak rajtuk, amíg azokból a kis gólyák ki nem kelnek, hogy ezt követően fiókaként legalább kétszer annyi időt töltsenek a fészekben, sokszor szélben, viharban vagy tikkasztó napsütésben. A mára szinte kizárólag a villanyoszlopok tetejére, többnyire az áramszolgáltatók által felhelyezett, úgynevezett gólyakosarakra rakott másfél-két méter átmérőjű fészkek a jellemzők. Ezek vastagsága annak korától függően méteres is lehet. Tömegük pedig több 10 kilogram, de akár 2,5 mázsa súlyú is lehet. Májusra a gólyafészkekben a kölyök gólyák lassan növekedésnek indulnak, és egészen augusztusig ott várják, amíg szárnyuk annyira megerősödik, hogy csapkodásukkal a levegőbe maradhassanak. 2022-ben Bodrog-Keresztúron egy-egy fészekalj jellemzően 3-5 tojásból állt, a sikeres fészkelések átlagos mérete 3,5 volt. S bár itt az elmúlt 2-3 évtized adatsoraira visszatekintve a faluban fészkelő gólyapárok száma némi emelkedést mutat, ugyanez sajnos országos viszonylatban nem mondható el. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület országos merítésű, több mint fél évszázadot felölelő, 5 évenkénti gyakorisággal készült felméréséből kiderül, hogy 1958 óta az akkori 8000 körüli párról mintegy 40%-kal csökkent a hazai állomány a legutóbbi 2019. évi számlálásig. Ekkor csupán 4900 körüli párt mutatott a magyarországi fehér gólyák száma. A csökkenés oka a nagyüzemi mezőgazdaság és a vegyszeres növényvédelem térnyerésével, a gólyák táplálékául szolgáló rágcsálók és rovarok kíméletlen írtásával magyarázható. Ezért és a hasonló esetek sokasága miatt döntött úgy a közelmúltban az Európai Unió, hogy drasztikusan visszaszorítja a toxikus vegyszerek használhatóságát. Ezáltal ugyan csökkentve a terméshozamot, de fékezve a biológiai sokféleség csökkenését, amely napjainkra nem csupán a kontinensen, de az egész bolygón veszélyes méreteket öltött. Egy kifejlett gólyamadár súlya 2,5-4,5 kg között változik. Testhossza 100-110 cm, és álló helyzetben magassága 120 cm körüli. Életkora 25-30 év is lehet, de csak 3-4 éves korára lesz ivarérett. Szárnyfesztávolsága kifeszítve pedig akár 165 cm is lehet, amely lehetővé teszi számára a termikelést, azaz a felszálló légáramlatokon való mozdulatlan vitorlázást. Közel 30 éve lakok Keresztúrba. Szenzációs választás volt, amikor idejöttem, és végül is itt tettem le a voksot ennél a falunál. Mindig is olyan munkakörbe dolgoztam,
hogy valamit tudtam tenni a itt élő madarakért, állatvilágért, természeti környezetért. Hát a gólya az, ami Keresztúrra igaziból jellemző madár. Hogyha lakosság arányosan vesszük, akkor itt a megyébe itt van a legtöbb fészkelő gólyapár. És hát amikor még ide költöztem Bodrogkeresztúrba, sok fészkelést ismertem az ártéren, ahol hatalmas nagy tölgyfákon fészkeltek a fehér gólyák. De hát végül is 1992-ben megtaláltam az első rétisas fészkelést, és onnantól kezdve a rétisasok fészkelő állománya folyamatosan növekedett. Most már csak Bodrogkeresztúr település határában több pár is fészkel, és ezt bizony a gólyák zokon vették, hiszen a rétisas zsákmányolja a gólyafiókákat. Így most már csak település határunkon belül csak magába a települési környezetbe fészkelnek a gólyák, de itt is annyira nagy predációs nyomással bír a rétisas állomány, hogy már a kéményeket is elhagyják a gólyák. 2022-ben már csak egy-két kéményes fészkelésünk volt, a többi az mind villanyoszlopon történt. Hát figyelembe véve azt, hogy ilyen körülmények befolyásolják a gólyapárok számát, mármint az itt fészkelő gólyapárok számát. Hát még másik fontos tényező a közeli regionális hulladéklerakó, ahová bizony elég nagy százalékba járnak táplálékot keresni. A mai ember elég sok olyan táplálékot, ételmaradékot, esetleg vágóidi hulladékot kihord a regionális hulladéklerakóra, amit a gólyák táplálékként hasznosítanak. Nem csak a természeti környezet változott, mióta ide kerültem, hiszen az átlagember gondolhatná, hogy bizony itt van a Bodrog folyó, itt vannak a nagy kaszálók, a nagy nyílt területek, védett területek, de azok bizony kevésbé alkalmasak a gólyák számára, hiszen a nagy magas fű, az erdősödő területek, az elszegényedő mezőgazdasági területek egyre inkább nem nyújtanak nekik táplálkozó területet, és ezért is választják ezt a regionális hulladéklerakót, ami végül is olyan hatással bírt az itt fészkelő gólyapárok számára, hogy évről évre folyamatosan emelkedett a fészkelő párok száma. Tehát amikor még én először végeztem itt gólyaszámlálást, akkor bizony csak 11 néhány pár fészkelt, még ma már a 30-at közelíti a fészkelő párok száma. Ennek köszönhetően, hogy ezt a táplálkozási stratégiát választották, és még úgy gondolom, hogy még mindig van potenciál abban, hogy ezek a fészkelő párok továbbra is sikeresek legyenek, és sőt, még növekedjen is a fészkelő állomány. De mit esznek a gólyák? A fehér gólya tücsköd békát összeeszik. Igazi ragadozónak mondható, amely a rovaroktól, a hüllőkön és kétéltőeken keresztül a rágcsálókig mindent megeszik, ami mozog. Még a madárfiókákat és kisebb halakat sem vetve meg. Újabban pedig az ember által hátrahagyott szerves maradékokra is ráfanyalodva, bár érdemes megjegyezni, hogy a szagokat, illatokat kevésbé érzékelik a madarak. Többnyire már csak akkor érzik valaminek a szagát, ha az már a csőrkávájukba kerül. A környező településeken szintén elég erős fészkelőállomány figyelhető meg, itt a Bodrog köztágabb területein, de a kiszáradó területeken, mondok egy példát, a közeli Hernádvölgyben bizony folyamatosan csökken a költőállomány, de itt a közel, a szomszédos falukban még egy stabil fészkelő
állományról beszélhetünk. Bodrog keresztúr és a Bodrog keresztúr akkor a gólyák. És nem csak a térségben, hanem már szerte, lehet azt mondani, Európában is Bodrog keresztúrt úgy jegyzik, mint a gólyák fővárosa. Erre a címre azt hiszem méltóan lehetünk büszkék, és alapja is van ennek, hogy Bodrog keresztúr a gólyák fővárosa. Hiszen Bodrog keresztúron volt található Fülöp a gólya, aki 12 éven keresztül télen is itt tartózkodott Bodrog keresztúron. Ezen gólyának a tiszteletére szervezők meg én már 7. alkalommal a Fülöp a különc emlékfutást. És hogy mennyire beivódik a gólya Bodrog keresztúr történetében, az jól példázza, hogy a füleki pincészet erről nevezte el a Fülöp a különc száraz fehérborát, valamint Bodrog keresztúr, amikor történtek a nagy beruházások, akkor hihetetlen milyen gondot fordítottunk arra, hogy ugye a légkábeleket letettük a föld alá, és nagyon nagy odafigyelésre és az Aggteleki Nemzeti Parknak a segítségével, közreműködésével úgy helyeztük el a gólyafészkeket és a gólyatartó árványokat, hogy nehogy sérüljenek a gólyák. Valamint ezentúl, amiben egyedülálló Bodrog keresztúr, hogyha eljössz Bodrog keresztúrra, este gólyás bort tudsz fogyasztani, reggel pedig a gólyák kelepelésére tudsz kelni. Valamint 2023-ban nyílik a Fülöp a gólya tábor, mely 10 darab apartmanházból fog állni, és mindegyik házhoz egy külön gólyás történet fog csatlakozni. A gólyafélék családjába tartozó madaraknak összesen 18 faja ismert a Földön, amelyből a már ismertetett két faj él Európában. A fehér gólya elterjedésére jellemző, hogy Skandináviából és a Brit-szigetekről hiányzik, és tőlünk nyugatabbra sem jellemző. Kivéve az ibériai félszigetet, ahonnan a Fülöp is származott, amelyre a lábára erősített gyűrűn lévő adatokból lehet következtetni. A gólyát, amely 12 telet töltött a faluban, nagy tisztelet és megbecsülés övezte, míg el nem pusztult áramütésben 2018 nyarán. A füleki pincészet borboltjában vagyunk, ahol a teljes portfóliónkat meg lehet vásárolni és meg lehet kóstolni, köztük a Fülöp gólyás borainkat is. Először a 2017-es évjáratból készítettünk egy száraz bort, amin a Fülöp gólya szerepelt, és azóta is minden évben elkészül ez a bor. Ez egy furmint, hás, muskotáj házasítás. A pincészetünk borai egyébként a Fülöp gólyás borok kivételével mind nagytestű, komplex, hordóban érlelt borok, több dűlőszelektált borunk is van, mivel a pincészetnek 11 különböző dűlőben vannak területei, köztük Tarcal, Tokaj, Mád. De így igény volt a fogyasztóink részéről, exportpartnereink részéről, hogy készüljön egy könnyedebb, fiatalosabb stílusú bor, és ez lett a Fülöp gólyás bor. Ugye Fülöp gólya 2003-ban született Spanyolországban, majd 2006-tól élt itt 11 néhány éven keresztül Bodrog keresztúron, és egy jelképévé vált Bodrog keresztúrnak. És nekünk ez egy jó lehetőség volt, hogy a tokai borvidék, a tokai régió mellett magát, a falut és a falu környékét is bemutassuk a partnereinknek, Fülöp gólyán keresztül, Fülöp gólya történetén keresztül. A gólyás borainkat főként exportpiacainkon értékesítjük, nagyrészt Angliában és Hollandiában, és a bevételből helyi madárvédőket támogatunk, akik gólyafészek állványokat készítenek az általunk megvásárolt vasanyagból, és ezek az állványok már több helyre ki is kerültek Bodrog keresztúrra. Egyébként borbemutatók során, amikor el szoktuk mesélni a Fülöp gólya sztoriát, így elég komoly az érdeklődés, és nem csak a felnőttek, hanem a gyermekek részéről is, ugye nagyon sok családdal érkeznek hozzánk, és így valami érdekességet tudunk a gyerekeknek is adni a Fülöp gólya történetén keresztül. A jövőben tervezzük, hogy madárodukat fogunk kihelyezni a Füleki Kúria hátsó kertjébe, ami szintén egy újabb program lesz a gyerekeknek.
illetve a faluban megrendezésre kerül évről évre a Mindszenthavi mulatság, ahol szintén szerepet kap fülöpgólya, mégpedig egy fülöpgólya gyermeksarok keretében, ahol kézműves foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek, és mindig valamilyen gólyás feladatok vannak. Ez igazán, ez a gólya projekt így egyfajta társadalmi felelősségvállalás témáját is meghatározta a cégünknél, tehát ezt a madárvédelem témát a jövőben is fejleszteni szeretnénk, és egyre több ilyen projektet szeretnénk elindítani, amivel összeköthető a madárvédelem témakör és a borászat. A 25 hektáron gazdálkodó, 1998-ban alapított Bodrogkeresztúri Füleki Pincészet nevét a közelmúltban gyönyörűen felújított és restaurált 18. századi barokk stílusú füleki kúriáról kapta, amelyben ma a birtok központja, borüzlete és vendégszobái találhatók. De nem ez az egyetlen borászat a tokai borvidékhez tartozó faluban, amely az évszázados szőlőkultúrára alapozza jövőjét. Augusztus közepére az azévi első éves gólyák gyülekezni kezdenek, és sokan nem tudják, de szüleik nélkül nagy csapatokba verődnek, és egy genetikailag beivódott késztetésre útnak indulnak. Az idős madarak majd csak hetekkel később, a hónap végén, szeptember elején teszik ugyanezt. Szeptember közepére pedig már az északabbi átvonulók is elhagyják a Kárpát-medence légterét. Ekkorra a táj is megváltozik, elkezd sárgás, vöröses, barnás színekbe fordulni. Az ártéri hajnalok pedig egyre párásabbak. Fiatal madarak messze járnak, várva a kedvező légáramlatokat. Afrikai útjuk során az európai gólyáknak két fő útvonaluk, ha lehet így fogalmazni, légi csatornájuk van. Az egyik, és ez a kisebb volumen, a földközi tengert a Gibraltári szoros érintésével, míg a másik a Boszporusz érintésével szeli át időtlen idők óta. A mi gólyáink is itt kelnek át, amelyben az sem zavarja őket, hogy közben egy 15 milliós nagyvárossá nőtte ki magát az itt található Isztambul. Mit tehetünk a gólyák érdekében? Hogyan védhetjük meg őket mai világunkban? Erről elsőként hallgassuk meg a helyi bodrogkeresztúri báboktatót, Dogosi Mónikát. Ennek a bábdarabnak a témája, a története, egy kisfiúról szól, ő a főszereplő, Petike, aki nagyon kis rosszcsont, vásott kiskölyök, aki nem törődik a környezetével, mindig eldobálja a szemetet, amit rendszeresen figyel felülről a gólya, és ezért csak már nem bírja tovább a gólya, és rászól emberi nyelven. És akkor így állatokon keresztül legfőképpen mutatja be a gólya, hogy miért is rossz ez az állatoknak, embereknek is, a növényeknek, a levegőnek, az, hogy az emberek nem figyelnek arra, hogy hogyan kezeljék a felgyülemlett hulladékaikat. És akkor így az útjuk során Petike egyre jobban felfogja, megérti, hogy mit is akar mondani a gólya. Ezt a bábdarabot a Göncöl bábcsoport adja elő. Öten vagyunk, öt nő, de nagyon lelkesek, és nagyon szívesen jönnek próbákra, megyünk előadásokra. Szerencsére nagyon sok felkérés van ezzel a bábdarabban. Mit tehetünk mi? És kinek mi a szerepe a gólyák védelmében?
Hallgassuk meg erről Molnár Antalt, a Bodrog mentén aktív természetvédelmi egyesület vezetőjét. Nem csak Európa természeti öröksége, de az annak megőrzésével kapcsolatos teendők is közösek. Így minden szereplőnek, tehát az államnak, a civil szervezeteknek és az egyénnek is megvan a maga feladata. Ezek közül bármelyik szereplő nem teszi jól a dolgát, sajnos hiába minden igyekezet. Az állam a jogszabályi környezetet és a finanszírozás biztosításával teheti a legtöbbet, míg az egyes egyének a már puszta érdeklődésükkel is sokat segíthetnek. Mi civilek pedig a tudatformálással, a neveléssel és a természeti értékek megőrzéséért tenni akarók emberek összefogásával tehetünk a legtöbbet. Az elmúlt esztendőben szlovákiai partnereinkkel, az Európai Unió támogatásával egy természetvédelmi kiállítást alakítottunk ki Bodrogkeresztúron, az egykori zsinagóga épületében, és több a térség természeti értékeinek megismerését szolgáló létesítményt adtunk át a nagy közönségnek, így Tarcal község mellett egy madármegfigyelő tornyot, Sárospatak mellett pedig egy tanösvényt. Ezek mindegyike a Bodrog köz természeti értékeinek a bemutatását szolgálja. A film elkészítését az Európai Unió és Magyarország kormánya támogatta, a Szlovákia-Magyarország Interreg határmenti fejlesztéseket támogató programja segítségével, a Bird Tour projekthez kapcsolódó.